distinguished guests and friends, it is wonderful to see you. Angol és magyar nyelven tartják a köszöntőket, előadásokat a Pécsi Egyetem közgazdaságtudományi karán. A nemzetközi konferenciát Farkas Ferenc professzor emlékére rendezik, szellemi örökségét életben tartva. Az eseményt támogatta a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Én magam is közgázos alumni vagyok. Farkas Ferenc tanár úr nekem is tanárom volt, ez a negyedik Farkas Ferenc emlékkonferencia. És miután Takács dékán úr tavaly kitalálta és megszervezték, hogy a különböző közgázos intézetek mellett egy ilyen kari tanácsadó testületet állítanak föl. Az egyik ilyen tanácsadó testületbe megtisztelő módon én is felkérést kaptam. Ez a Jarab Ákos által vezetett szervezés-vezetés intézet, akik ezt a konferenciát szervezik. És amikor erről a konferenciáról elkezdtünk beszélgetni, akkor én azt javasoltam, hogy a helyi gazdaság számára nagyon fontos, hogy életszerűvé tegyük ezt a konferenciát. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy egy plenáris kerekasztalba behívjuk a helyi legjobb mérvadó vállalatok vezetőit, és beszélgetünk arról, hogy milyen tényezők kellenek az egyetem fejlesztéshez, milyen tényezők kellenek a gazdaság fejlesztéshez, ezek hol találkoznak. A másik, hogy a délutáni szekciók, amelyek alapvetően tudományos szekciók, minden szekcióba kerüljön be egy cégvezető, aki a gyakorlat oldaláról megvilágítja az adott elméleti témát. Lehet ez munkaerőpiac, lehet ez társadalmi kérdés, lehet ez mesterséges intelligencia, családi vállalkozás. Úgyhogy nagy örömömre ez a konferencia idén így állt össze. Az egyetemeknek elképesztő erős a helyi kötődése. Függetlenül attól, hogy a globalizáció az mindenkit utolért, a helyi egyetem helyi kötődése az elvitathatatlan. És ebben a helyi kötődésben nagyon fontos, hogy ne csak kulturális, társadalmi, szakpolitikai kérdésekkel, hanem a gazdasággal is foglalkozzon a helyi egyetem. A gazdaság és a helyi közösséget fejlesztő egyetem az összekapcsolódik. A dinamika, hogyha ők összekapcsolódtak, akkor exponenciálisan nő. Mind a két fél számára türelemre van szükség, mind a két fél számára nyitottságra van szükség, meg kell tanulni egymást. Én azt gondolom, hogy ez a folyamat a Pécsi Tudományegyetem és a helyi gazdasággal elindult. Nem csak a közgázon, orvosi karral, műszaki karral, tehát sorolhatnánk a számtalan jó példát. Ebből a sok kis operatív szintű jó példából fog majd összeállni ez a nagy egész, ami a helyi gazdaságot előre fogja mozdítani. A nemzetköziségre jellemző, hogy az Egyesült Államoktól Európán át a Közel-Keletig és Afrikáig érkeztek a helyszínre, illetve bekapcsolódtak online a konferenciában résztvevők. A gazdasági élet szereplőit is kiemelt figyelemmel fogadták, mondja az intézetigazgató. A negyedik konferencia kifejezetten ezzel a céllal jött létre, hogy a gazdaság és az egyetem együttműködését tárgyaljuk át. Nem véletlen tehát, hogy a régió fő képviselői nem csak szponzorként, hanem előadóként is, kerekasztal beszélgető partnerként is jelen vannak. Mi nagyon örülünk annak, hogy a munkánk beérik, és szinte a régióban minden nagyobb gazdasági szereplővel egy nagyon gyümölcsöző együttműködést építettünk ki. Megjelennek az óráinkon az ügyvezetők, a különböző szakértők, kapunk megbízásokat, üzleti jellegű megbízásokat ezektől a szervezeti aktoroktól, így aztán szerettünk volna egy olyan helyszínt találni, ahol mindezt be tudjuk mutatni, és ahol ők is tudnak ilyen tudományos partnerséget építeni. Hál' Istennek rendkívül kedvező a fogadtatás. Mára kinőtte magát ez a konferencia Magyarország egyik legnagyobb vezetéstudományi konferenciájává, úgyhogy nagy örömmel mondhatom azt, hogy mindezen tényezők együtteséből a lehető legnagyobb, az eddigi legnagyobb részvétele valósul meg a konferencia, több mint 80 előadás lesz, több mint 120 előadóból. Magyar vezetőegyetemek, kollegiális műhelyek reprezentálják itt magukat, a Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodás Tudományi Bizottságának a kihelyezett ülését is itt rendezzük, és mindemellett a külföldi kollégáink, partnereink legyenek olyanok, akikkel több évtizedes kapcsolatunk van, vagy olyanok, akikkel friss kapcsolataink vannak, szinte minden földrészről jelen vannak, plenáris előadónk, Fulbright ösztöndíjasunk volt Jeff Zimmerman az Amerikai Egyesült Államokból, de mellette PhD hallgatóink Közel-Keletről, Távol-Keletről, Afrikából érkeztek például, és mind a mellett az Európai Unió is képviselteti magát jó néhány experttel, jó néhány szakértővel.
A konferencia megszervezése komoly munkát adott, azonban a kétnapos rendezvény presztízse magas, tudtuk meg az intézet oktatójától. Több mint 800 kollégának küldtük ki nemzetközi szinten ezeket az információkat a konferenciával kapcsolatosan, és hát végül Magyarország egyik legnagyobb menedzsment témájú konferenciáját sikerült megszerveznünk. Tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államokból vannak résztvevőink, Közel-Keletről, Magyarországról, környező kelet-európai országokból, illetve hát nyugati országokból egyaránt. Tehát azt gondolom, hogy itt a menedzsmentnek fontos feladata volt, hogy kulturálisan a program összetételében és mind a rendezvény megszervezésében mindenkinek az igényeit figyelembe tudjuk venni. Regionális témákkal, tehát helyi jellegű témákkal egyaránt és nemzetközi témákkal is foglalkozunk. Ami nagyon-nagyon lényeges és kulcskérdése a mostani rendezvényünknek az az, hogy hogyan tovább a digitális világban, illetve a mesterséges intelligencia hogyan fogja a mi munkánkat befolyásolni és megváltoztatni. Tehát tulajdonképpen ez mindenki számára hazai és nemzetközi szinten egy nagyon fontos kulcskérdés, illetve hogy a regionális szereplőket ez hogyan fogja befolyásolni, és mi, mint kutatók, hogyan tudjuk a regionális is partnereinket segíteni, illetve tulajdonképpen a mi regionális és üzleti partnereink hogyan tudnak minket segíteni, hogy az oktatási módszertanokat tudjuk fejleszteni, és minél hatékonyabban, könnyebben tudjunk együttműködni a jövőben. Nagyon magas presztízsű a konferenciánk, ugyanis nem csak előadással lehet megjelenni, hanem alapvetően absztrakt kötetet is készítünk megjelenésekkel, magyarul és angol nyelven is meg tudnak jelenni a szerzőink, illetőleg, ami nagyon-nagyon fontos, hogy publikációkkal is, és ebben a tekintetben is hosszú távú céljaink vannak, ami jelenleg elmondható, hogy bírálatokon mennek át szigorú szabályok mentén a publikációink, és igyekszünk a minőséget minél magasabb szintre emelni. A júniusi konferencia névadója a 2016-ban elhunyt Farkas Ferenc professzor, a Pécsi Tudományi Egyetem rektorhelyettese és a Közgazdaságtudományi Kar dékánja is volt két cikluson keresztül. Munkásságát jellemezte, hogy tudomány területét nem csak tudósként művelte, hanem a gyakorlatban is kamatoztatta. A rendezvényt is ezzel a szemlélettel szervezték meg.